Szavaztok, gyerekek! Sziasztok! Folytatjuk a kalandokat! Keeper! Jobbja neki, mint az őrült. Nézzük meg, hogy miket iron kellene, és akkor tudnák tovább csinálni, úgyhogy ide nézzetek, mennyi iron szedett ki a Keeper. 3000-et berak, ide meg berakja a maradék clay, meg még rakhatnánk, clay az nem is kell ide, és akkor közben kell készül clay, és tudjuk csinálni folyamatosan a acélt. Még csinál 9-et, 1-et, 10-et, és tényleg nagyon szuper lesz a bázisunk. Srácok, én azt mondom, hogy rájunk rá a kajakészítésre, mert nagyon-nagyon nem vagyunk jó kajaügyilag. El kell menni vadászni mindenképpen még egyszer tutira, mert nincsen semmi kajánk. De majd, most már, hogyha elkészülne a kis föld alatti kertecskénk, akkor tudnánk... Akkor tudnánk ugye ültetni, a berryből tudnék gondolom csinálni magokat. Kukoricát is, ezeket mind el tudnám, van egy csomó kukorica magom, 65. És azt el tudnám ültetni, és abból talán tudok csinálni valamit. Mondjuk talán nem sört. A kukoricában mit lehet megcsinálni? Recepteket nézzük meg. Receptek. Főtt kukorica. Főtt kukoricát is tudok csinálni, jaj de jó. 4 darab kell hozzá. Meg ezt is tudom csinálni, ehhez krumpli is kell, meg zsír, és ez nagyon jó kaja. És így ezekre rá fogom állni agyba főbe, krumpli, bár van egy darab krumpli szídem. Föl lehet majd nyomni, ugye, magasabb. Ez mi? Lyukka szíd. Ja, hát lyukkat is, mindent is kell majd ültetnünk. De most egyelőre meg kellene csinálni így nagyjából azt a termet, amit be fogjuk ugye ültetni ezeket a dolgokat. Egyelőre először megcsinálom a termet, hogy minél hamarabb tudjak ültetni, utána fogjuk megcsinálni a magát, a folyosót, hogy szebb legyen. Jó, gyerekek, várjatok, akkor így kellene megcsinálni, hogy mondjuk egy ekkora legyen, mekkora legyen, egy ekkora legyen. Nekiállunk itt, ott legalább egy kis vasat is nyerünk. Gyerekek, raktam be fát, raktam fát a tűzre? Hát jó lenne, nem kellene futkaráztam annyira sűrűn, mert azért nem is olyan egyszerű. Jó, nekiállunk így arra menni. Ezt egy kicsit nagyobb lesz a hely, akkor már látunk is valamit. Tudom, hogy most ilyen baromira nem látni semmit. El kellene menni fát vágni. Ó. Skacok. Lehet, hogy azt csinálom, hogy inkább végig visszarohanak, elmegyek, fágok fát, legyen egy csomó fám, vagy legyen egy csomó frame-em, mert ugye jön az éjszaka, akkor ugye jó lenne itt bent tartózkodva dolgozgatni. Nézzük meg, mi itt a szituáció. Ja, mennyi fám van? Először is rakunk be fát, viszünk magot, hozok fát, megnézem, hogy a tűzbe van-e fa. Jó is, hogy megnéztem, mert azért nem olyan nagyon túl sok van. Egy órányi mindenképpen legyen benn. Menj be fa. És akkor hadd süljön ugye az iron, hadd süljön a steel. Clay is került be. Itt mi a szituáció? Itt a kő megy, ugye? Itt van be 30 percnyi, menjen befele. Kők készüljön agyba főbe. Oké, okay, és akkor menjen a cement. Hát én nem fogok lootolni cementet, mert szerintem nem sok értelmét látom. Jó, elmegyünk, motor kellene. Most ugye van egy csomó minden nálam, nem számít. Kellene motor. Elmegyünk, kivágjuk azt az erdőrészt. Adjál neki, Sanyi. És akkor elültetünk egy, mi annál sokkal több fát, amennyit csak bírunk elültetünk, és akkor ott mindig tudunk fát gyűjteni. Jó lenne egy kis kaja, mert abban nagyon kevés van. Uff, sok minden kellene, gyerekek, sok minden kellene. 26. napon vagyok már. Ha látunk rókát, akkor lelőjük. Bár biztos vagyok benne, hogy nem fogunk látni, amilyen szerencsém van. Se tyúk, se róka. Megnőtt már az erdő, vagy még mindig nem? Ne őrítsél meg, hallod? Akkor ezzel ráfizettem. Ez az erdő még mindig nem nőtt meg. Na várjál már, ha már egyszer eljöttünk és hoztunk magot, akkor az út túloldalára ültessünk.
Én majd legyen még több. Nagyon lassan nő, vagy pedig nem tudom én érzem úgy, hogy lassan nő. Sanyi, mit csinálsz? Ne lassan, mert töködet elverem a töködet. Ja, hát kaja kellene addig, de nem valószínű, hogy nagyon találok. Kár mi is? A tojás ilyenkor pezzeg nincsen. Pezzeg. Animelek lehetnének, de nincsenek baj. Mindenhova ültetek, ahova csak bírok. Sanyi, nyugalom! Volt egy tojás, jaj, de jó. Semminél jobb, nagyon le vagyunk szerálódva kaja ügyileg. Rengeteg falra lesz majd szükségem. Jegyezzük meg, hogy a 26. napon ültettem, jó, ezt az erdőt. Most tudom már mennyit hoztam el, de szerintem az egyelőre elég is lehetne volna. Sok elég lesz. Ez a rohadt erdő még mindig nem nőtt meg. Nagyon megyünk is vissza. És nincs egy rohadt kaja. Gyerekek, nincs kaja. Ez a... biztosítanom kell a kajállátásomat, mert tényleg ez a probléma lesz. Hogy állandóan a kaja után kell néznem. Ne kelljen kaját keresnem állandóan. Oké. Jó srácok, egyébként szerintem minél bonyolultabb struktúrákat húzok fel, annál inkább így, hogy mondjam, jobban eszi a gépet a játék. Na látjátok, hogy itt lesz, el alatt a szikla alatt lesz, ugye bent jó mélyen. Látjátok, hogy ilyen 190 valahány méter, 95, 90, 80, 85, 84 és itt már növekszik. Oszám. És ugye ilyen mélyen, tehát még mélyebben, mint ott. Szóval még ott lefele kellene tartania. Jó, csináljuk tovább. Mindegy, akkor egyelőre. Annyi fával gazdálkodunk, amennyi van. Viszont frame-et kellene csinálnom rengeteget. Hát az rengeteg az legalább 500 darab, gyerekek, szerintem. Kell egy 500 frame. Sajnos el kell látszasznom a... El kell rácsesztem. Világítás is kell. Minden kell! Ja, a frame-et lepakolom ide. Aztán akkor majd készítjük. Lehet, hogy ezt nem fogom megcsinálni betonból egyelőre, hanem csak... Várjátok, egyen lejjebb kellene másnom, ugye? Ahol ilyen föld van, azt megpróbálom így ezzel. Ahol látom nagyon, hogy föld van. Hoppa. Jó. És akkor csákányozzunk. Várjátok, akkor a... rakom a frame-et már. És akkor fogom látni, hogy meddig kell. Oké. Okay. És folyamatosan jön a vas is, ennek tök örülök. Meg így tudom számolni is, ugye, hogy hány blokknyi távolságú lesz. Hát olyan baromi nagy nem kell egyébként ez a, szerintem ennek a kertnek. Egy, középen egy, kettő, három, négy, öt. Szerintem a beltér lesz egy tízszer, mondjuk 20-as. Ez egy, oda nézve. Olyan, mintha hiányozna, de ez ilyen bug. Ez egy bug volt, elég kemény. De jó, hogy pont vasat is találok, komolyan mondom, tök már az istának elven magam. Igen, vannak ilyen föld alatti grafikai hibák. Így. Na akkor nézzük, hogy ez mennyi bejárattól. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugye 6, mivel akkor a...
Belső tér. Az lesz. Gyerekek. Kemény hibák vannak itt. Kicsit para. Olyan, mint a ki akarná ásni a jövőbe a grafikába. Textúra illesztési hibák. Okay. Yeah. Na, persze körbe megyünk most. Elmegyünk valahány blokkot arra. Baze! Mekkora mazdi, hogy az egész ilyen most lelőhely? Hát jó, nem az egész, de azért elég nagy része. Oké. Okay. Hát szerintem... Szomjasak vagyunk és pont nincs nálam pia. Hát ide bazdve kell egy szekrény. Ide majd csinálunk szekrényeket a magokkal, meg minden, tudod? Tök frankó lesz a... Jó, hogy nagyon, nagyon élem. Bocs, hogy ez egy ilyen építkezős rész, meg nagyon keveset beszélek, meg így vázoltam fel a dolgokat, csak nagyon be vagyok függve. Nem be vagyok függve. Szerintem egy ilyen 10 blokknyi legyen hosszú, nem? Koma. Az azt jelenti, hogy ugye ez lesz a fal, tehát belseje 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor itt meg 1, 2, 3, 4, 5, és akkor jöhet. Számoljunk azt, akkor nem kell mindig. 6. Ugye ez a hatodik. 7. Nyolc. Kilenc. És ugye 11 kell, mert a tizedik után még kell egy. Frankó. Baz. Nem hiszem, olyan hülyeségeket találok ki, azt nem kell ide. Gyerekek, ezt megint ezt fel, megcsinálom. Megőrülök. Mindjárt megszámolom, mert most már azt hiszem, most vagy vagyunk 11-nél. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ez a 11-dik, tehát akkor ez már fal lesz. Itt már megint fal lesz. Itt már elfordulunk. Ugye most a falat építem. Konkrétan. A falnak az alapját. Tehát a padlót. Hogy ne. Ki lehet skubizni? Ki lehet skubizni a textúrából? Ja. Elfordultunk. Hát ide, itt biztos nem vesznek észre a zombi. Abba biztos vagyok, gyerekek. Annyira kell figyelni, hogy amikor, mit tudom én, jön egy zombi horda, akkor ne itt tartózkodj, mert akkor itt, ide akarnak básni. Úgyhogy úgyse itt fogunk lenni zombi hordakor szerintem. Naskacok, akkor itt el kell menni, ugye a hatodik blokk lesz. Kiszámoljuk meg, mert nehogy elcsesszük. Jó nagy terem lesz. Inkább legyen nagyobb, aztán később akkor abból tudunk kisebbet csinálni, vagy nem az, hogy kisebbet csinálni, de ha később terjeszkedni akarunk, akkor egyszerűbb. Most, hogyha egy-két virágágyas lesz csak az elején, vagy egy-két ilyen kertrész, akkor egy-két kertrész lesz, de természetes fákja fény, ez nem elég, mert az lenne a jó, mert akkor nem kellene fölfúrnom, érted? Akkor lehetett volna sokkal mélyebben is, de mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire kell fény, ezt jó lenne tudni. Mert majd kiderül a srácok, kiderül.
Még ásatom bőven, ugye? Megint felupgrade-elem ezt a csém. Ez annyi XP jobb, mint a sár. Csak lehet, hogy kéne innom. Meg valószínűleg, hogy talán ma még kibírom kajával, bár lehet, hogy ma nem. Úgyhogy el kell mennem barászni. Nincs kedvem ma elmenni, úgyhogy kaja nélkül leszünk. Holnap lesz a kaja gyűjtés, jó? Na nézzük meg, hogy akkor hány az annyi. Ugye 1, 2, ez nem jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És akkor erre is el kéne vinni 5-öt. Egyébként akkorát csinálom, nem tudom minek csinálok ekkora időt, ekkora helyet. Megint egy ilyen barog nagy izé lesz. Bombár. Milyen magasra nőnek ezek a növények? Gondolom két blokknál magasabbra nem nagyon szoktak, ugye? Ja, 8 blokk magasra nem kell olyan nagy. Az úgy nem lenne jó buli. Tök jó, hogy mindig kapok ilyen különböző alapanyagokat. Jaj, olyan jó lesz, tudok növényeket termeszteni, annyira imádom ezt a helyet. Lesz egy üvegházam, egy csém. Hoppa. Ugye megint 6-ról beszéltünk. Itt a bejárat, tehát akkor innen 1, 2, 3, 4. Még 2. És akkor fordulópont lesz. Jöjjön a nitrit. De jó, pont azt akartam keresni, és így akkor megvan. Hát tök jó a bányászkodás, baromi jó dolog. És akkor itt fordulunk. Ugye? A bányászkodás az egyik legjobb ebben a játékban. És ez különbözteti meg a legtöbb Survivor játéktól, hogy teljesen ugyanmatizálod a környezetet, ahogy csak nem szégyelled. És ez baró jó. Na ugye megint 11, elfordulunk, és akkor össze fogunk érni. Bocs, hogy tényleg van olyan rész, ahol fúrom a falat. Az, ez nagyon nagy lesz, én ugye vagyok. Ez nagyobb lesz, mint a központi terem. Azt a betyár. Amúgy ez tényleg nagyobb lesz annál. Nem estünk túlzásba egy kicsit? Ezt minek is használtam még? Tényleg, lehet, hogy leválasztok belőle egy garást. Lesz egy garázskapu. Az mondjuk nem lenne hülyeség, nem? Lehet, hogy garázsnak is használhatná. Csak az a bajom, ja. Minek garázs? Mondjuk az autónak később, ugye? Autó, helikopter, minden. Ilyen, ez a fal. Ez a fal. De igazából a fal alá nem lett volna muszáj ugye frame-et raknom. Hát jó, nem baj. Ma, legyen már meg. Nyomjuk. Bocs gyerekek, ezért a sok ásásért. Már szégyellem a pofámat, hogy már megint mit kitaláltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyolc. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk. Baj lesz ebből, gyerekek. Baj lesz ebből, lehet, hogy el kellene mennem borászni még ebbe a részbe. Kevés lesz a kajám. Rá fogok cseszni, gyerekek. Lehet, hogy körbeérek, azt elmegyek kaját szeretni, jó? Ez tök jó lenne, hogyha zöldre tudnám festeni ezeket a blokkokat. Amúgy felupgrade-elésben már csak azért is érdemes, mert rengeteg XP, úgyhogy lehet, hogy beton lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, még egy, és akkor ott kell fordulni. Itt lehet a fordulás. Na, összeérek aztán, akkor
Akkor elmegyünk, jó? Vadászni. Érjek össze, legalább azt megcsinálom, és akkor megint úgy fogjuk csinálni, mint ezelőtt, hogy a gameplay-en kívül kiütöm, jó? Ne az legyen, hogy itt végig kell néznetek, de így akkor látjátok, hogy gyakorlatilag csak a közepét kell kikapogatnom, de hát az millió idő, hát ez egy órába telik, és akkor megint gameplay-en kívül akkor meg lesz, jó? Az a baj, hogy már out stamina van, meg minden. Ó, oh, össze is értünk. Jó van, jó sokáig elástam az előtt. Gameplay-en kívül kiüti a Keeper a belsejét, jó? És akkor nem kell végignéznetek, akkor csak az építkezést nézzük. Igazából éhesek vagyunk, nem szomjú, és akkor azt, hogy a staminánk az nem valami rohadt jól regenerálódik. El kell mennünk kajáért. Kizárjunk, figyeljetek! 6 óra van, úgyhogy semmi gond. Kajáért elmegyük, meg lehet, hogy akkor elmegyek piáért is, mert miért ne. Mondjuk a murky water félek, hogy kell valamihez, azért nem merem azt elhasználni, de a üres üvegeink vannak, úgyhogy miért ne. Oda nem, az még nincs kiürülve? Mi a szar? Most már ki van, jó. És akkor a belsejét meg majd kicsapjuk, jó gyerekek? Kiüti a keeper. És akkor ekkora lesz az üvegházunk, majd jó magasra megpróbálom megcsinálni, jó. Hogy azért nem tudom hány blokknyi a... Nőnek a növények, mennyi kell neki, nehogy az legyen, hogy beleütközik bármibe is. Úgyhogy ez így lesz. És akkor több sorba lesznek elrendezve majd ezek a virágládák. Oké, skacok. Jó. Együnk, ígyunk meg ilyesmit, meg megnézem, hogy mi a szitu. Na, 40 darab, jó. És akkor mehet tovább, de 36 megint. Így az iron az kell, leginkább a clay is természetesen sül. Itt mi a helyzet? Ó, hát oda nézzük. Mi a szarnak? Annyira erőltött az a srác. Lehet, hogy többen is írták, hogy lootoljam a ízeket, zsákokat, de ez ilyen afká dolog, így folyamatosan tudok. És, ja, nincs kajám, de van. Ja, bazzak, kell szeretnem mindenképpen, nagyon le vagyunk a mortizálóra. Lehet, hogy elmehetnék traderhoz is kajáért, nem? A pénzem az lenne rá. Lehet, hogy az lesz, hogy elmegyünk traderhez kajáért. Kicsit kifakolok, aztán elhúzunk, jó? Na. Gyorsan keeper kipakol, jó? Vasam is van. Bassza, mennyi vas! Tök jó ez a... Fú, de örülök neki. Nagyon örülök neki. Na. Oké, okay. Meg mennyi kő, te? Hát minek kellene nekem izé... Cobblestone-t, meg izé, meg cementet? Ütnem, ha egyszer ennyi van. Vas. Jó, a fegyverbe ezt kidobom. Mit akartam kirakni a fegyverbe? Ezt. Jó, meg az egyéb craftban nitritet. Oda rész 4 ezer nitrit, az beszarsz. De jó. Jó, akkor így el is tudunk menni. Mondjuk a szelves craftban itt ezt kirakhatnám ezt is. Meg mit akartam? Ezt is. Ez meg legyen itt. Jó, kaja alapanyagba berakjuk ezt. Pia alapanyagba berakjuk ezt. Hogy megtöltsük? Lehet, hogy elviszom megtölteni. Na, skacok, akkor csapjuk neki, jó? Okay. Csapjuk neki, gyerekek, menjünk mind az állat. Hoppa, mi ez? Többen is vannak. Várj, most kiderül, figyelj! Belement a baszarba. Meg is halt. Hoppa. Igaz, leamortizálódott. Halnak mind a őrültek. Meg is halt, az is meghalt. Kicsit leamortizálja, de meghalt. Ezt mivel tudom? Vassal, ugye? Ez nincs nálam. Jó, nem baj. De semminél jobb. Nem tudom, hogy mennyire százalékosan van ez leamortizálódva, mennyire gyorsan fog ez tökre menni, de nem is baj. Na, kaja gyűjtés. Lehet, hogy elmegyünk mind a két traderhez. 17% már megint az üzemanyag. Úgy de jó lenne volna, hogyha rendessük itt a zombire, ez nem az, ez csak ilyen ketyergő. Ja, hozok üzemanyagot. Ezt elmegyünk mind a két traderhez, meg útközben az összes dolgot, amit tudunk, azt lelövünk. Állatot, jó? Oké, gyerekek, ez lesz. Üzemanyag kell. Jó, itt meg égnek a dolgok addig. Ezt a gameplay-en kívül kiásom én, azt nem lesz az jó nekünk, gyerekek, hogyha azt... Meg gameplay... Alatt
lesz kiásva. Okay. Mind a kettő trader, oké? Okay? Közben, hogyha bármit látunk, lelövök sörét, és se nem szarakodunk. Meg kell rengeteg kaja, a kést le kellett volna raknom már. Ez lehet, hogy ha jobb kést tudnék craftolni, akkor jobban esne a... Mi az? Hús belőle? Ezt is jó lenne tudni ilyeneket. Szoktak ám ilyen kutyák lenni, csak pont egyébként ezen a részen nem, hanem távolabb. Ha segítő zombi még itt is lenne, ilyen viszonylag közel, akkor annyi lesz, hogy azt mindenképpen el fogom csalni ilyen messzebbről is. Itt meg ennyi hatalmas erdők lesznek, csak már várom, hogy megnője. Oké, gyerek, elmegyünk a trader. Az amúgy is jó néha megnézni a tradereknél, hogy mi van. Eladó. Tudom, hogy tegnap voltam, csak nem tudom, hogy mikor reszetelődik, hány naponta. Mert... Madár. Persze oda. Ne trükközzé, öcsém. Shotgun messiás. Amíg várom, hogy majd újra töltöljön, de ez valami 30 valahányadik napon fog, ugye 30 naponként összetörődik loot, és ezen valami 6. vagy nem tudom, vagy talán még 10. napon is voltunk, 8. nem tudom, 7. voltunk azt a shotgun messiásba. Mert pont horda napon voltunk. Úgyhogy... Úgyhogy az lesz, hogy azt mindenképp meg fogjuk nézni, és egy darab kutya se ajánlottak. Meg jó, hogy azt találtam ki, hogy eljövünk a traderhez, mert különben nem is lenne semmi kaján. Hát nem tudsz miből. Hát ott? Nincs egy darab se kutya, se semmi. És hogyha most nem a tradert választottam volna, akkor ilyen dögülünk. Azért az kellemetlen, nem? Egy darab halálunk van. A második vagy a harmadik napon meghaltam egy hülye kutyát a gyereknek. És azóta még mindig nem haltunk meg, pedig iszonyat veszélyes szituációkban voltunk. Gondoljatok be az első hordára, vagy a második hordára, amikor leástak és ott ütötték az ajtót. Úristen. Meg amikor fönn voltunk a kilátóba, az is a horda, az a második horda volt? Nem is tudom. Hogy az első horda volt? Az első horda volt. És azt is túléltük bele, és... Én hülye meg hülyeség miatt haltam. Meg várjál, aztán megnézem, nincs a csávónál valami. Valami érdekes, tudod? Nem, ezek szerintem ugyanazok, mint amíg voltak nála, nem? Akkor kaja. Hol a kaja? Itt a kaja. Figyelj, 15 darab. 180 ér. Jó, megveszem, jó? Igazából szerintem majd, hogy nem mindent meg fogok venni. Nincsen valami érdekes nálad? Annyira nincs, nem? Check back soon. I get new merchandise daily. Ez mi? Snake Dimension növel 50%-a, lol. Jó. De valami kutya hangot hallottam egyébként itt. Ha? Ki tudok én itt lőni? A kaktusz cseszegette, na gyorsan menjünk érte, bazd. Kaktusz cseszegette, csávó. Lehet, hogy nem megyek el a másik traderhez így. Mert most már elég kaján van ahhoz, hogy túléljek. Meg kellene nézni a bányába, hogy mi van, nem? Mert igazából az a bánya... Mert lehet, hogy hagytam kaját is. Emlékeztek? Hogy a bányában ott hagytam a dolgaimat? Megnézzük a bányát? Nézzük már meg, mit hagytam. Itt nem hagytam semmit, itt.
Itt nem. Ebbe pakolta vele össze be a kukába, mert annyira le voltunk csórosodva. Elmegyünk, megnézzük a bányába, hogy mit hagytam ott, jó? És akkor megyünk haza, szerintem a kaja ügyben elég jól vagy, jó? Tudok így motoron enni? Nem bazzak. Megesszük ezeket a konzerveket, leves meg, mit tudom én. Nincs. Oké, mennyi? 32. Mi az a sötét? Már megint esik az eső. Itt a sivatagban gyerekek, többet esik az eső, mint bárhol szavítanak. Na, lemegyünk a bányához. Megnézzük, mit hagytam ott. Nem tudom, szerintem még vannak ott dolgaim. Meg egyébként a bányában nem lutoltam ki egy ilyen titkos ládát, mert nem tudtam oda befúrni magam. Azt is kilutolhatnám akkor már. Mindjárt elmegyünk, itt van a bányánk. Megpróbálok lemenni. Sőt, most már itt is le tudok menni, mert ugye gyorsan ki tudom ütni itt a blokkokat. Régebben azért használtam azt a hülye lejáratot, mert nem tudtam itt blokkot ütni megfelelő gyorsasággal. Van, ahol volt egyébként, amiben, ahol nem tudtam bemenni, mert annyira még gyengus voltam. Ja nem, kilutoltam. Itt nem tudtam lemenni, mert olyan gyenge voltam, hogy nem tudtam kiütni ezt a betont. Most már ugye kicsit kajakabbak vagyunk. És akkor itt le tudok menni. Ezt ki kell ütni. Ahogy. Azért hátha. Nehogy jöjjön valami hülye. Itt hagyom a lootokat, itt hagytam régen. Mi? A hülye képer? Várja, már erre volt? Igen, itt. Már nézzük meg, hogy nem elhagy. Mert igazából mindig túl voltam terelve az elején, hogy nem elhagytam el dolgokat. Mondjuk nem csak az elején, mindig túl voltam terelve. Mondtam olyan hülye. Hagytam itt semmit? Ilyen jó kilutoltam mindent, apám. Fölvortam volna mindent mégiscsak. Akkor menjünk. Itt ugye? Azt lehet, hogy el is falasztam. Ja, itt szenvedtem, majd nem tudtam megoldani a dolgot. Egy szenvedés volt kijutnom innen, nem emlékszem rá. Lehet, hogy most is az lesz. Ó, nem, már megy. Ja, ebben nem hagytam dolgot? Ó, ennyi? Ennyi az, amit itt hagytam. És a szemeteket miért nem néztem meg? Ennyi volt. Ez nem volt érdemes lejönnünk. Sehol semmit nem hagytam. Valami hörög. Nem volt egy szép, amit nem tudtam szétütni? Dehogy nem. Oh. Fegyverszekrény. Meg ide nem is tudtam bemenni, mert ilyen nagyon béna voltam. Ó, hát most már egy kicsit jobban megy a dolog. De voltam itt benne, de ezt nem ütött zárva. Ezt ki tudtam lutolni, ja, onnan jöttem be, de ezt nem tudtam kiütni. Egyébként eskü valami hörgést hallak. Fegyverszekrény mindig jó. Egyébként a legelső helyen, ahol táboroztam, ott is hagytam egy fegyverszekrényt, amit nem tudtam kiütni. Régen ugye millió ütés lett volna. Modifikáció. Valami görög, bazza. Komolyan. Ez mi az a hely?
Ide nem jöttem be előtt. Mi a szar höröghet? Ilyen hörgést nem is hallottam. Hogy így folyamatosan... Én milyen korog a gyomrom, vagy milyen szar ez a hang? Húsz óra, ha 30 van, bazzer. Nem vágom miatt a hörgés, de jó van. Érdekes, hogy egy csomó mindent nem néztem meg. Mindig ezt csinálom? A víz alatti rész. A víz alatti rész, gyerekek. Ajaj. Nem azt. Ez az. Jó. Ezért akarok csinálni magamnak helyet, ahol föl tudok jönni, de ez nem gondoltam, hogy ez szikla. Akkor ilyen homoknak mutatja, hogy rohadjon meg. Mindjárt megnézzük, hogy mi van itt. A víz alatti rész mi? Itt nem voltam, várjál. Mindjárt jó lesz. Hoppa! Figyelj ott meg! Ide van, fa! Jö, valahol vagyunk. Na mi a franc van itt? Ó, ó! Láda, gyerekek! A lőszeres láda volt, semmi más. Fölmegyek, aztán ide. Utána visszahúszunk. Csak elég gyorsan fogy a levegő. Jó, szereztük egy kis lőszert. Na, ezt egyébként nagyon régen mondta Gangster, hogy menjek már vissza, nézzem meg, hogy mi van a vid alatt. Puh, jó, nincs semmi gond. Ah, érdemes volt eljönni, kaptunk egy csomó lőszert. Már ezért. Ugye lassan úszok a vid alatt. Nem tudom, hogy ez mitől függ. Na jó, húzzunk haza, nem? Mert ugye éjfél van. Jussunk ki, ahogy gyorsan. Töltődj! Ja, fasz! Közben bazen átváltottam a sörétesre valami más lőszedék típusra, ami nem volt nálam. Azt a betyel, hallod, ez hörgött, de kicsit ijesztő volt, hogy így rám ugrott. Rendesen borsódott a háta. Azt a petyáról is. Na, menjünk föl, már lejjebb nincs. Húzzunk a francba gyorsan. Rohadt életbe! Megint elcsiszem az időt. 21 óra van, gyerekek! Áááá, miért mindig elcsiszem az időt? Arra kellene, nem tudok arra elmenni. Ezt megnéztem? Ugye a francba tudok kijutni innen. Ugorj ki! Nincs időm! Nincs időm erre! Menjünk már! Ami helyett ki kell ütnem, ami fel tudok ugrálni, hogy mit tudom én. Nem, mikor ütöd már ki? Hónap után? Na, végre. Ez még mi volt? Megint zombit hallok. Hol van? Hol van a blokk? Nincsen idejem? Ah. Kemény kettőt tudok csinálni, jól van. Volt 460-om? Ja, mert nálam volt. Oké, bocs. Most ezt utálhattak. Egyébként utálom ezt a blokklerakásos dolgot, hogy így szétcseszek minden. Azért is nem nagyon szoktam. Ja, menjünk a francba. Tehát tudtunk ugrani? Ja. Ja, fa!
Mi a szar? Figyeld, ott van valami fönn. Van valami fönn. Loot. De ne üssél szét mindent, hülye gyerek. Majd föl kéne oda jutnom. Oh! Egy oda föl kéne jutnom még, mert van valami fönt. Ott egy láda, bakker. Ó, receptje ennek a szarnak. Ezen gondolkoztam is, múltkor megvesszük, aztán nem vettük meg. De ma azért nagyon gyorsak legyünk, ma húzzunk a vérbe innen. Húzzunk már innen a vérbe, már baj lesz. Jó, nagyon gyorsak legyünk. Na, találtunk még egy lootot. Jó vagyunk, csak az a baj, lassúak. Oké. Nincs valami, nem volt nekem. Semmi. Na, húzunk. Itt nincsen ebben valahol, valahol. Menjél már, bazd, menjél már. Itt mint ahogy emlékeznek, hogy ez ugyanaz. Ugyanaz, ugye? Minden ugyanaz, jó. Akkor nincs semmi, amit itt hagytunk volna. Menjünk a motorért, aztán rohadtul gyorsan hazafele! Elsesztük az időt, baze. Itt nincs semmi. Nyúl! Jó van, nyúl. Ez elment borért, bazd meg. Nyer itt, hallod, ez szerintem leesett. Jó van, mindegy. Húzzunk újra be. Itt fönn nincs semmi, nem lehet biztos, nem. Gyorsan. 43. Gyorsan hazafele, gyerekek, ezerrel! Menjünk. Bakker! Ó, annyira bele tudok... még úgy... nem is... én is találtam, hogy videózok egyébként. Úgy bele tudok feledkezni ezekbe a dolgokba, gyerekek. De jó, ez le van festve, bazza. Nekem nincs az ilyen festékem. Festék kellene a Zombieland felirathoz. Az is ne jó lenne. Jó, 47, maradj gyorsak vagyunk. Most milyen sokáig világos van, nem? Mi van, nyári időszámítás? Mi a szar van? Nem? Azt nem értem. Ez meg még mindig itt áll, és nem tűnnek el a zombik. Azt hittem úgy van, mint a GTA-ban tényleg, hogy ugye jobbra nézel, balra nézel, már nincsenek ott az autók, meg tök mások, meg a járókelők, ugye, hogy nem foglalja a memóriát, de itt a, még ha kilépsz, akkor is ott maradnak a zombik, baszd, beszarsz. Tök jó. És még mindig nem nőttek meg ezek a fák, hát miért nem nőnek meg most, nem odajön. Mikor nőnek ezek meg ma? Legyünk kicsi erdőm. Megyünk haza, mit is jak, szereztünk kaját, jó. Akkor tudunk egész éjszaka dolgozni. Gameplayen kívül az lesz, hogy ki fogom ütni én azt a terepet, és akkor mi csak be kell rendeznünk, csinálom cserepeket, növényeknek. Azt megnézem azt, hogy kell, kíváncsi vagyok. Ebben a részben még mindig 57 van, jó, gyorsan. Jaj. Jó lenne egy garázs, ahova így be tudnék gördülni ilyenkor. Igen, most van 10 óra. Gyerekek, itt azért biztonságban érezhetem volna. Még a fajtot is becsukunk. Na, ide jöjjön be valami baszat. Na, nézzük meg valamit. Nem tudom ki, hogy ne kraftoljunk a célt. Még 44. A cél. Még 44. A cél. Meg. Oda né, nem sokat csináltunk ezért meg. Cementet. Csak egy, megint egy 5000 darabot bazzak. Isten. Hallod, itt van. Már van burjánzva. Meg még lehetne még egy külső kerítés. Jó van, fejezzük be, mi? Itt meg izé, bazzaj. Ó, te megőrülsz! Mi van itt már? Várjál, izét akartam, akkor már.
Ha már egyszer itt vagyunk. Szereztünk sörétlős lőszert, az mindig jó jön. És most még nyithatok ki mindent, beszélsz. Várjál, vissza, mert hülye volt a keeper. Vissza. A vaskor, kivesszük még az acélt. Mennyi acélunk van? 85? Acélunk már megint van. Abból... Így szeget betárasztam még. Ugye szekkel neki lövedéknek. És mennyit sebez egyébként ez? Mennyi a lövési sebzése? Otak. Mi ez? Közel arci 5-öt sebez? Jó, erős. Ezzel nem megyünk a bucsóba. Na, megvan minden egyi plafonik, most jöhet a rács. Jó. Hát igen, az egészet meg kell csinálnom. Látok valamit, nézek ma. Jó. Full HD-ben van, nem rakta fel 4K-ba. Itt is meg kell ugye mindent csinálni. Ja, azt kell volna először a pajzsot. Jó, még van két napunk, úgyhogy lesz még elég a célunk. A virágládát meg akartam nézni, hogy van, várjál ma? Kaja. Nyögyödösz kaja? Sok mindent megint nem kell készítenem. Megint az a szar vigyázat, hogy tudom csinálni. Jó, nem baj, kihúzzuk vele. Úgyhogy nem, nincsen gond. Na, hogyan kell csinálni ezt a plant? Plant, gondolom. Nem. Minek emelik az? Plant box, vagy mi az? Hogy van ez a nő? Nem valami box. Mindenki, az a növénynövelő, minek emelik azt? Seed? Nem. Na bazze, hogy van az, vagy mi van az? Fújtató, azt sem tudom csinálni sajnos. Nem tudom, hogy van bazze, de... Hogy van, food cooking-nál van? Ah! Itt van, és ez csak ilyet lehet? Nitrit, fa, 10 darab, rohadt hús. Van minden hozzá. Akkor ilyet lehet csinálni, és az egyszer egy blokkos lehet, gondolom. Csináljunk egyet, megnézzük. Föl tudom menni utána? Nem kéne csinálni egyszerre. Várjál, csinálok egyet. Kellene egyéb craftból, nitrit. Mi volt még, ami kell hozzá? Clay soil van, rohadt hús kell, meg wood. Szerves craft, rohadt hús van. Jó, de jó. Meg fa kell hozzá, vagy mi kellett hozzá? Fa. Nézzük, csinálunk már egyet. Miért nem csinál? Nincs megtanulva? Hogy mi van? 16 clay-je van. Mi? Opa. Na most már jó lesz. Na nézzük egyet. Egyet lekraftolok. 17 másodperc. Úristen, ez a bázis. Nekem nagyon elrúgta a pöttyöst, mi? Játok? Nagyon. Túrvár. Nagyon elrúgta a Viakeeper a pöttyöst. Na mi a helyzet itt? Egy darab ezért megmentjük. Aha, itt van. Na, mindjárt itt megnézem, hogy ez akkor hogyan működik. Ez egy blokk. Ezt akkor úgy kell... hát akkor ezt úgy kellene csinálni a gyerekek, hogy... a padló helyett. Ugye? Padlóvájat kell csinálni. Kész. És akkor max középen hagysz egy utat, és akkor ebben folyamatosan tudsz ültetni. Ó, király vagyunk megint! Padlóvájat kell ezt lerakni. De jó! Nagyon nagy, és akkor ezt nem kell újra termelni, és ha nem, akkor csinálsz ilyet, akkor tudok csinálni, mit tudom, egy csomót. Tök frankó lesz, érted? Ha most tudnád csinálni 11-et, ami nem a hús az a kevés, tehát a... Most kiveszem a szervest. Úgy, és akkor... Mennyit tudok csinálni? 23 darabot csinálni. Az két sorba... Végigér egy a fal mellett, mit tudom én. Na, eljállj, várja, valamit aztán hoz tovább magamnak, amit még nem tudjátok, hogy minek kell. Várjál már. Hova akartam ezt rakni?
Hülye vagyok már, ide ki akartam rakni. Ide gidulunk ülni, gyerekek. Stuck. Úgy. Nézegetjük, hogy üle a zombi, vagy nem egy üle a zombi. Hülye keeper. Hülye keeper. Vasba van zárva. Vas bunker. Hát, ha a 28. napi zombi orda betör ebbe a bázisba, akkor tényleg törlöm az egész izét. Törlöm az egész játékot. Nem tartom valószínű, hogy ez sikerülne neki. Egyébként milyen lodán maszkálok már egyébként, mi? Nem tartom valószínűleg, hogy sikerülne neki. Egyébként majd nem zombi váró, hanem a zombi ketrecnek a... Ott a csávó, figyelj el. A zombi ketrecnek a belsejét, vagyis felső blokkokat kívül belül meg kell csinálni acélból. Először ezt az elvégzünk, és akkor utána. Hát ez... Szerintem ide nem, egyszerűen nincs esély, hogy ide bejöjjön bármi is. Nem? Nehogy már, bazzal. Nehogy már. Olyan védelmi vonalakat építettek ki, meg az egészet megcsinálom tök acélba, nehogy már bejöjjenek. Meg ugye mindig tudok máshova menni. Meg... Nem, én nem tudom elképzelni, hogy én ezt így elbukjam. Tényleg, most lehet, hogy nagy képűségnek tűnik, vagy ilyesmi, de egyáltalán nem hiszem, hogy én ezt elbukjam. Jó, meg kell csinálni majd. Figyelj, azért nem csinálom még a pánik szobát, mert úgy érzem, nincs értelme, mert nem hiszem, hogy bejönnek mindenen keresztül. Ezt képtelenségnek tartom. És ugye ide még jön egy védelmi vonal, egy olyan, akkor lesz 1, 2, 3, 4, ugye itt az 5. lesz, a 6. és a 7. védelmi vonal, 7 védelmi vonal, ahol tudok védekezni, és 8 védelmi vonal, ahol tudok védekezni, 8 gyerekek. 8 védelmi vonal, ahonnan mindig tudok lőni, ütni, mindent csinálni. Annyi lesz. Összesen. Nem tudom elképzelni. 8 védelmi vonal, minden együtt megcsinálom maxosra, 30 ezeres blokkok, ugye minimum 2-t ki kell ütni, hogy bejöjjenek, 60 ezer durability, 60 ezer durability, 60 ezer, akkor 8, nem is tudom, rengeteg. Sok százezer durability-t kell áttörniük, hogy eljussanak hozzám. Nem tudom elképzelni, hogy ez bármennyire is sikerüljön nekik. Még ez a bázis én szerintem még így a 100-as hordát is így bírna. És lehet, hogy tényleg ilyen nagy képűségnek tűnik, de nem simán. Jó, akkor nézzék kell építeni. Gameplay-en kívül megcsinálom az gyerekek, hogy ne kelljen végignéznetek azt. És lehet, hogy ja, végig fogjuk törni a padlót, meg a tetőt, és akkor lesz egy ilyen normál járat. Ide nem fogok ilyen hatalmas nagy olyan járatot csinálni, hogy ilyen átlátható legyen, vagy ilyen nagyon nagy lyuk legyen. Elég egy ilyen kis búvórrés, ahol átmegyünk. És akkor ott lesznek majd úgyis olyan ládák, amiben a magokat fogom tárolni, hogy vissza tudjak ültetni. Jó, srácok, elbúcsúzom, mert tényleg megint rettenetesen hosszú lesz a rész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Várjátok, azt hiszem, hogy... Hol van az izém már megint a nélkül? Azt hiszem, hogy van izém vasam, scrap vasam is, meg van farm is, úgyhogy... Hú, az oda csaptam neki egyet. Dick, nem akartam, bocs. Nincs olyan beton, jó van. Ide kell az ajtó. Mi kell hozzá? 10 darab vas, lehet, hogy az van is. 8 darab van. Scrap. Ezt akkor már csináljuk meg azt, már megint nem bírok magával a keeper. Mi a helyzet? Hol vagyunk? Mi történik itt? Kellene nekem vas. Hány darab? 2. Mi van, Sanyi? Mit alsol? 1. 2. Oké. Egy ilyen iron dolog. Meg... Akkor lekapcsolom, ugye beszéltük, hogy mindig le fogom kapcsolni, akkor... Turn off. Meg a kő bevitelt is. Isten mennyi.
Oké, lekapcsoltok, jó? Hát, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Nagyon tetszik. Tényleg, esküszöm, nagyon tetszik. És tényleg meg... Bocsánat, hogy itt annyira ajnározom ezt a bázist, de tényleg nagyon tetszik. Figyeljetek, igazából kipakolhatnánk addig. Egyébként ez a húsit, ezt is meg tudnám csinálni, csak ugye esély arra, hogy megmérgeződök, van. Szóval ezt is, ha nagyon-nagyon muszáj, akkor majd megeszi a Keeper. Alapanyag. Nos, itt van egy tojás, meg a zsír. De most miért ide raktam? Nem ide akartam rakni, hanem ide fölülre akartam rakni. Ez viszont nem oda alul, ez alulra megy, úgy. Igen, és nem töltöttem meg a vizet. Nem töltöttem meg az vizes üvegeket, de annyi baj legyen. Oké. Okay. Addig, amíg elkészül a vasajtó, addig akkor még upgrade-eljünk fel egy-kettő. Ezért, ilyet. Jó. 1464 XP, hogy most fel upgrade-eltem 4 darab ilyen szart. Na, elkészült ma? Ajtócska, ajtócska. Ez nem is kell, hogy nálam legyen. Oké. Okay. Ide mi kell? Megint vas kell. Jó, az egyelőre akkor maradni fog. Jó, skacok. Akkor így néz ki a bázis. Megcsinálom gameplay-en kívül, amit kell. Aztán akkor onnan folytatjuk, hogy betelepítjük a növényeket. Ha kell, akkor csinálunk olyan részt, ahol tud majd a fény bejönni. Csinálunk egy, mit tudom én, egy ilyen 6x6-ost középre, vagy a szélére, az egy ilyen tárnát, az megint valószínűleg gameplay-en kívül lesz, mert iszonyat sok. Lehet, hogy először csak egy-egy lukat furunk le, és megnézzük, mondjuk 4 lukat, és megnézzük, hogy annyi fény elég-e neki. Majd ezt ki kell tapasztalnunk. De nem nézek róla a videót, figyeljetek, ha hülye vagyok, akkor a saját káromon kell, hogy tanuljak, maximum ugye a ti segítségeteket fogadom meg gyakorlatilag. Na jó van, köszönöm szépen a figyelmet, nagyon jók egyetek. Szevasztok, várjátok, lövök egyet. Lövöldözik a csávó. Sziasztok!